először is hozzá. Ez az exe, ami ugye ez az eredeti Falcon 4 exe-je, amit Good Old Games-ről vagy bárhonnan be lehet szerezni. Na most a baj ezzel az, hogy a BMS nem hajlandó együttműködni egyetlen egy tört verzióval sem, tehát muszáj az eredetit beszerezzük. Jelen pillanatban azt hiszem, hogy $9 vagy euró vagy mennyi a GOG-on. €8.69, tehát €8.69 per pillanat Good Old Games-en a Falcon Collection, amiben benne van ez is. No, ezt letöltöttük, akkor utána elindítjuk, kitömörítjük valahova, ez nekem itt van a D-Games Falcon 4.0 alatt, tök jó ez majd, itt látja is, hogy ide van installálva. Ez nekünk azért kell, mert minden egyes update-jéhez kell majd, nem szabad letörölni ezt, tehát ezt olyan helyre rakjuk, ahol biztos, hogy nem fog véletlenül se letörölni, mert ez kell mindig. Ez az eredeti játék mindig kell majd ahhoz, hogy az update-eket installálgassuk. Jó, a következő lépés az, hogy a BMS fórumon, a Benchmark Sims fórumon regisztrálunk. Ezt áthozom ide. Tehát ide kell regisztrálnunk, és itt a tierram, most pont elszúrtam a dolgot, mert nem oda mentem, ahova akartam, de rákeresünk arra, hogy BMS és Balkán, valahol biztos, hogy megvan. Releases and Updates. Itt van a U1 Full Installer, ezt kell megkeresni, és letölteni, és installálni. Ez nekünk létre fog hozni egy, ahova mi mondjuk neki, egy Falcon BMS 433 U1 Setup nevezetű foldert. Ezt a foldert nem szabad, szintén nem szabad kitörölni, ugyanolyan, mint az eredeti Falcon 4 install, nekem mondjuk máshol van. De mint látható, az sem érdekes, hogyha másik drive-on van a setup, meg az eredeti játék. És utána még természetesen külön lesz nekem a Falcon BMS, ahova én akartam, hogy installálódjon. Ez egy harmadik drive, de ez mind nem zavarja a Falcont. A lényeg az, hogy amikor ő a többi update-et, tehát ezeket a U2, U3, U4, U5, amit ugyanúgy a Benchmark Sims-ről lehet majd letölteni innen az U2, U3, U4, U5 update-eket, ugyanúgy le lehet tölteni, és a lényeg az, hogy ezek az update-ek ezt a foldert fogják keresni. Ezt a setup foldert fogják keresni. Ha ez nincs meg, ezt nem találják, akkor, illetve hát ide is be lehet rakni őket manuálisan, de a lényeg az, hogy ez az installer meg fogja kérdezni tőlünk, hogy hát hova raktuk mi ezt a itt látszik is, hogy ezt kérdezi, hogy na hol van ez az új setup folder. Ez nekünk itt van, vagy nekem itt van. Én ide raktam, tehát én ezt választom ki mindig, amikor jön az update. Nagyon ritkán van ugyan, de néha jön. És akkor, amikor elindítjuk ezt a setupot, akkor lesz egy ilyen base, amikor ki kell választani azt, hogy melyiket szeretném installálni. Nyilván az összes update-et szeretném installálni, hiszen az eddig a legjobb, vagy legutolsó update lesz minden szerveren fenn, amit szeretnénk repülni. Jó, egyetlen egy apró dolog még, amit a, és innentől kezdve nekünk lesz egy launcherünk az asztalon, ki fog rakni ide, nem, ki fog rakni a Falcon BMS-nek az ikonját. Amit én, ha most elindítok, nem az lesz, amit eredetleg elindít, mert én egy alternatív launchert használok. Azért használok egy ilyet, mert ez a gyönyörűség nekem megengedi azt, hogy a Falcon BMS-en kívülről ezt az egész hub minden figyfenét át kell másolni az installált BMS könyvtár per BIN X86 könyvtárba. Ide bemásolok, és mi itt mindent fölülírok, és aztán itt a hub exéhez hozok létre egy, de itt le is van írva,
ezt majd belerakom a videónak az aljába, mint linket, de le is van írva, hogy le lehet olvasni, hogy hogy kell installálni. Nem bonyolult. A lényeg az, hogy miután felinstaláltunk mindent, és azért ajánlom többek közt ezt az installert, vagy ezt a launchert, mert itt rögtön az elején, ahogy van, tudok új, ki tudom tisztítani, vagy takarítani a szelektált axis, vagy tengely beállításaimat, illetve az összes key mappingot, amit lehet a játékban létrehozni. Amin most gyorsan menjünk is végig, hogy mi az, ami kell, mert fontos. Ugyanis a következő dolgok, amik nagyon kellenek, TMS up, down, left, right, TMS föl, le, jobbra, balra, pedal switch-et véletlenül mindig megnyomom, de TMS föl, le, jobbra, balra, ez a Target Management System, ugyanígy DMS föl, le, jobbra, balra, ez a Data Management System, trim, up, down, left, right, egyértelmű, trim, hotas, pinky switch, és nose-wheel steering switch. Ezek azok, amik kellenek a joystickon, vagy legalábbis ezek, amik az én joystickomon, a joystickon vannak konfigurálva. No, ezután van egy comms IFF in, egy IFF out, egy master mode override, egy dogfight override, mind a kettőnek persze a cancel-je, ami itt azért jó, mert itt amikor azt mondom, hogy szeretnék egy három állású kapcsolatot bekötni a Falconhoz, amit normális esetben nem lehetne in-game, de meg tudja oldani ezt, és nem a target szoftverrel, hanem úgy, hogy itt amikor azt mondom neki, hogy invoke both, vagy key down, vagy key up, tehát az azt jelenti, hogy ha én most akkor, amikor elereztem a DX9-es gombomat, akkor fogja aktiválni ezt a gombot, nem pedig akkor, amikor mondjuk megnyomom, és utána elengedem. Az invoke both az azt jelenti, hogy először meg kell nyomnom, és el kell engednem ahhoz, hogy ő észrevegye, hogy én ezt a gombot megnyomtam. Jó, igen, hopp, ezt most elszúrtam. Jó. És igen, ez még az egyetlen dolog, ami miatt néha ki szokott fagyni. Nem baj, mert így viszont nem mentett el. Speed break open, speed break close, hát UHF.com, hogyha van IVC szerver, akkor az jól jön. Next waypoint, previous waypoint, ez csak a saját kényelmi módom, alapvetően nem muszáj odakötni a throttle-ra, vagy a joystickra, mert ott van a nyomkodható gomb. Tehát ezek a gombok, amiket most mondok, az mind majdnem olyan, vagy a legtöbb olyan, amit nem lehet a kokpitben megnyomni egérrel. Azért fontos, hogy be legyen kötve bizonyos gombokra, mert nem fogod tudni megnyomni a kokpitben, hanem meg kéne keresned különben a gomb nyomó gombját. Jó. Uncage. Nagyon fontos. Simán, normális esetben az U betű. Jó, pinky switch-et mondtam. Ugye nyilván weapon release és first trigger, second trigger, detent, ez mindegyik. Jó, flap nem kell, alapvetően nekem be van kötve, nem feltétlenül muszáj, mert alapvetően nem használ, illetve autoflappet használ az F-16. Landing gear és warning silencer. Gyakorlatilag az összes többi dolog teljesen opcionális. Ezek azok, amiket mindenféleképpen feltétlenül muszáj bekötnöd ahhoz, hogy ráítgatták a lányok, a fiúk a gombjaimat, nem baj. Tehát ezek azok a dolgok, amiket feltétlenül muszáj bekötnöd ahhoz, hogy működjön. Még egy valami, az antenna elevation volt az, amit én ugye a Warthogomban és annak a sliderjére kötöttem, hogy gyorsabban tudjak föl lenézelődni az antennával. Nyilván a throttle quadrantnál nem baj, hogyha
X és Y, ez fogja kezelni a TDC-nket, tehát a Target Designator Queue-nkat. Többek közt például a Flight Control Radaron, meg a Mavericknek a kameráját, meg ezeket fogja kezelni. Jó, egyértelmű, azt hiszem. A pedálok, jó, jobbra-balra, túlbrék, előre-hátra, gázfék, stb. Itt az Assign-nál be tudom állítani, hogy Set AB, ugye itt mindjárt látszódik átvett zöldre, innentől kezdve ez nekem Afterburner. Na most az Idle Detent-tel ugyanígy meg lehet csinálni azt, hogy azt mondom, hogy oké, itt szeretném, hogyha lenne az Idle Detent, mert nekem itt utána van egy kis bizbaszom, amit megnyomok, és akkor el fogom tudni venni a gázból, vagy illetve el fogom tudni kapcsolni a gázt. Hát ugye alapállásból off-ba tudom rakni a gázkart. No, amiért nagyon-nagyon szeretem ezt a kis launchert, pedig nagyon-nagyon rövid ideje van meg, az az két dolog. A Smart Scaling, ugye itt meg tudom mondani, hogy milyen távbontásban fogok játszani, és ehhez milyen HFOV-ot szeretnék, illetve hogy melyik theater-en szeretném játszani. Ez az összes installált theater-em. A theater-ek vagy a mapok úgymond installálása mi sem egyszerűbb. A data folderbe az addont ide bemásoljuk, és van egy terrain data theater definition nevezetű theater LST file, amiben nem, köszönöm, ezt a package-et most nem, amiben ide beírjuk a TDF fájlnak az elérési útvonalát, és akkor innentől kezdve működik is a theater. A legtöbbet egyébként meg lehet találni Falcon BMS fórumon, vagy hogyha nem, akkor a Google segítségével nagyon egyszerűen. A másik, ami miatt nagyon szeretem ezt a kis ezért, mert gyakorlatilag az összes létező voice attack, Weather Commander, Weapon Delivery trackert is tud indítani, nekem most mondjuk éppen fut, de mindent automatikusan, anélkül, hogy én azt mondom neki, hogy meg kéne neki, illetve az nyilván, hogy az elején, amikor azt mondja az ember, hogy szeretné elindítani, akkor meg kell mondani, hogy hol van, és onnantól kezdve ő majd jó, ha nem találom, vagy azt mondom neki, hogy nincs, akkor megmondja, hogy itt van, megnyitja a honlapot, hogy egyébként innen lehet letölteni. Command line, acmi, illetve ez a bandwidth, tehát ez fontos, általában 1024 vagy 2048, esetleg 4096 a szerverek vagyunk, a sávszélességnek a megadója. Ezek az, amit a command line mellett ő elindít. Minden mellett. No, indítsunk egy Balkánt. Ugye, amelyiknél van config, azt itt rögtön mutatja, és Izraelnél például azt mondom, hogy van, lehet konfigurálni, illetve itt van a sima config, ugye, amiben, hogyha esetleg nem a standard 1029-szer, vagy 1028-szor akármiben szeretnénk játszani, hanem nagyobb felbontásban, akkor a először is az idle cutoff az, ami a megengedi, hogy a fizikai cutoff off idle pozíciót tudjuk mozgatni a hardware-es joystickunkon vagy trotlonkon. Most azt keresem, hogy nem itt van, bocsánat. Igen. Hanem Cockpit Display Extraction, és akkor itt azt mondom, hogy én ki szeretném extraktálni, szeretném, tehát külön ki szeretném exportálni az én saját mindenfélemet. Minden másra azt mondtam, hogy nem szeretném exportálni, csak a main Windows-t, a legfelső, jobb és felső kockám, vagy a pixelem az a 0-0, tehát jobb alul, jobb, bocsánat, bal fölül van mindenem. Ami azért jó, mert ha most elindítom, akkor látszódni fog, hogy alapvetően ez a 1920x1080-as a felbontáson defaultban, de a BMS nem abban fut. A BMS abban fut, mint látható. Balkánt indítottam, a BMS viszont nekem bekonfigurálva, hogy 4K-ban fusson, mert a videokártyám tudja a 4K-t.
Tehát vagy jön valami, vagy nem jön valami. Lehet Moving Mud, ugye Fight the Sweep az Air-to-Air, Moving Mud, Air-to-Air és Air-to-Ground váltakozva. Nehézségi fog, stb. Dogfight, ugyanez, csak ugye 1v1, 2v2, 4v4. Tactical Engagement, itt vannak a tréningek. Saved, nem. Akkor nincsenek itt a tréning. Ja igen, mert ez nem, azért nem a default Korea. Ja, Koreában itt találhatóak a tréningek. Campaign, itt lehet elindítani egy dinamikus campaign-t. Ugye a Balkánhoz 3 tartozik, kiválasztom, szeretném megmondom, hogy hol szeretnék indulni, nyilván valahol én olyan vagyok, aki a közel a tűzhöz, ergo itt fogok szeretni valami repülőteret, ezek a repülőterek. Ki tudom választani magamat pirosnak is, itt most mondjuk pont nem, azt hiszem, de talán hogyha pirosat választok ki és azt mondom neki commit, akkor esetleg azt, igen. Az előző screen-t még lehet, hogy el kéne magyaráznom gyorsan. Tehát bementünk ide. Azt mondom, hogy szeretnék piroska lenni. Itt meg tudom mondani, hogy az ellenfélnek milyen mennyiségben, hol legyen dolga, milyen küldetéseket adjon nekem. Offensive counter, SAM, suppression, interdiction, stb. Illetve, hogy a patrolok, meg az ilyenek, amiket az AI fog küldeni, az hol legyen, milyen szintű. Tehát ha mondjuk itt azt mondom, hogy 5-ös szintű legyen ezen a területen, akkor ez maximális szinten ezt fogja priorizálni, mint patrol, vagy mint CAS, vagy mint OCA, vagy ilyesmi, hogy itt garázdálkodjanak a sajátjaink. Nem az ellenfél, a saját. És akkor mindegy, ezeket beállítottam, akkor azt mondom, hogy oké, start campaign. Redeploy to a new airbase. Oké. Jó. És akkor itt is vagyunk, nyilván ugye nem pirosként vagyok bent, ez azt jelenti, hogy valószínűleg az előző airbase, amit választottam, az pont nem volt jó pirosnak. De itt most pont azt mondom, hogy ha jól sejtem, akkor ez egy MiG-21 lesz, ami betöltött még ma? Jó, nem baj. Tehát valószínűleg ez egy MiG-21 lesz, aki jó, kifagyott, jó, nem baj. Akkor ne válasszunk pirosat, ez a lényeg. Ez a tanulság, nem szabad pirosat választani. Viszont lehet választani mondjuk kéket. Na, menjünk szépen sorban, de lehet, hogy lehozom itt a hangot. Jó. Így jó is. Menjünk szépen sorban az alsó dolgokon. ATO, Air Tasking Order. Itt látható, ha benyújt az összes package-et. Milyen package-ek vannak éppen, amik repülnek, vagy menni fognak, vagy stb. Itt mindenhol meg lehet nézni. Orehova Vas Airport. És akkor meg lehet nézni a státuszát. Mit csinál, hova fog menni, be lehet joinolni, nincs benne player, mint látható. Melyik pilotok vannak benne, ilyesmi. Mindenféle információt megtudunk arról, hogy mi ez a package, és mi az, amit csinál, és honnan, hova megy. Ez azért érdekes, mert ha mondjuk azt mondom, hogy join up be a seed vagy lead package-be, akkor meg tudom nézni, hogy oké, ez a package, ez ha jól látom, F-16, igen, F-16 GBU-39-es Small Diameter bombokat fognak vinni, és itt van valami, ami a cél. És ebből van, mint látható, ilyen hasonló küldetésből millió plusz egy. Mivel ez az első napja a campaign-nek, vagy ugye a hadjáratnak, ezért eléggé fluid, eléggé változatos a dolog. Order of Battle, itt lehet megnézni a különböző egységeket, hogy kinek milyen, hogy, merre, meddig, hol és mi van. Én ezt eddig soha nem használtam, mert igazság szerint soha nem játszottam annyit, hogy fontos legyen az, hogy milyen egységei vannak még, melyik
checkpointokat, és szépen menni körbe, és megnézni, hogy melyik mit csinál. Következő briefing. Itt van minden leírva. Pontos idővel, honnan, hova, milyen időközönként, mi a feladat, hol vannak, mik a Evex-nek a frekvenciái, stb. Stb. Emergency procedures, mindenre van írva, végig lehet olvasni. Loadout. Itt ki lehet választani, fönt, ha bejelöljük, hogy melyiket szeretnénk módosítani. Nyilván, hogyha csak ezt az egyet választom ki, akkor az ő gépére a loadoutot fogom módosítani, ha mind a kettőnket, vagy mind a két gépet, akkor, illetve ahány van, 4 vagy 2 vagy 1, azokra vonatkozóan lehet a loadoutot R2R, most éppen ez a konkrét loadout van, de ha csak R2R-rel számítok, vagy szűrök, akkor csak a levegő-levegő fegyvereket mutatja, ha R2Ground, akkor csak a levegő föld fegyvereket mutatja, és a többi. Minden más pedig ugye nyilván tank, zavaró podok, blablabla. Illetve lehet az összeset egybe, de az eléggé sokat mutat, úgyhogy jó, ha ezzel is mind meg vagyunk, itt még a lézerkódot, hogyha esetleg lézerezni szeretnénk valamit, illetve a benga mennyiségét, hogy szeretnénk állítgatni. Most nem tudok állítani, de jó, oké. Csak nem találtam el a gombot. Igen, ez egy eléggé, ha nem reagál rá, akkor nyugodtan próbálkozz, mert előfordulhat, hogy csak pont abban a pillanatban meghűlt, és nem volt hajlandó elfogadni az inputot, vagy nem volt hajlandó megfogni a kis golyócskát, de nyugodtan próbálkozzál, és el fogod kapni, akkor utána mozgatni fogod tudni. LGB laser code, ez a laser guided bomb laser code-nak a 10 akár mennyitől, amit szeretnél beállítani. Ha beállítottál valamit, ugye most mind a kettőnknek állítom. Ha csak saját magamnak szeretném, 15-38, utána set code, különben nem fog elfogadni. Oké. Okay. One more aircraft in this flight are overloaded and may not be able to take off. Erről is szól, hogy hát igen, előfordulhat, hogy ez így nem fog működni, most nem csak semmit. Take off. Ez nyilván oda dob minket, hogy... Igen, hogyha be... rá kell kattintanom, bocsánat. Rá kell kattintanom, hogy menjek. Rányomok, hogy take off. És akkor itt azt mondja nekem, hogy... Aha. Jó. Még van egy pár percem. Jó, nem betölt. Oké. Okay. Jó. Na. Átmegyünk a másik flightba, mert az kicsit később indul. 50 perc múlva. Ami azt jelenti, van időm, aha, itt azonnal fölgyorsítja kb. 3 perc előtte lévő időig. Tehát azt mondom, hogy ramp start az 20 perc előtte, taxiway az 3 perc előtte, runway az kb. 1 perccel fel, takeoff előtte azonnal. Ez ilyenkor az időt gyorsítja föl. Tehát itt tudom az időt gyorsítani, hogyha én azt mondom, hogy hát most nincs elég ezért, vagy nem tudom, szeretnék, meg szeretném várni, amíg az AI arrébb megy. Az ellenség mozog, akármi. Itt tudom gyorsítani, vagy megállítani az időt. Multiplayerben a stop nem fog megállítani semmit sem, a hold, igen, az megállít mindenkinek mindent. Azért nem tudom most a holdot kiválasztani, mert nem multiplayerben vagyok, hanem singleben, ezért stop elég. Jó. Gyorsan ezeken végigmegyünk, ugye logbook, elég egyértelmű, ott van a minden szarunk, amit magunk csináltunk. ACMI az, ami még egy olyan dolog, ami gomnyomásra lehet rögzíteni a mindenféle dolgot, ami történik, és TechView-ben utána visszanézni. Tactical Reference elég egyértelmű, az ilyen mindenféle helikopterrel, repülő, jármű, mindenről lehet olvasgatni, amit akarunk. Oké. Coms, ez az, ami majd akkor lesz érdekes, hogyha online vagyunk. Intel részen meg tudjuk nézni azt, hogy kinek éppen melyik frakciónak hogy állnak a dolgai. Szintén ugyanez, nem nagyon szoktam nézegetni, mert éppen csak repülök. Szép grafikonokat lehet ugyanígy előhozni ezzel. Alapvetően igen, ezt Jitters Replay-jel. Itt meg lehet nézni azt, hogyha mondjuk mit tudom én, egy online szerverről van szó, akkor visszajátszódva, tehát vissza tudjuk nézni mondjuk, mit tudom én, az elmúlt 8 órát, hogy mi történt az alatt, az idő alatt, amíg nem voltunk online. És mondjuk futott a szerver, és az AI megment, és lőtt szanaszét mindenféle dolgot. Na viszont mission schedule-ra.
kérdője. Vajon mit csinál? Help. P. Priority. Ez az, amit mondtam az előbb, hogy kezdetén visszahozza ezt az ablakot. Plusz minusz zoom. Ez a zoom to window méret. Miért is kézős? Van egy csomó minden itt egyébként. Többek között, hogyha szeretnénk valamit földeríteni, mondjuk itt mi van? Recon. Erre elkezd darálni. Jó esetben. Rossz esetben nem kezd el darálni, hanem kifagy. Jó. Ez most így eléggé nem annyira látszik, de talán olyan szögből, ahol igen. Mert hogy igen. Ott van a kis KS-12-es légvédelmi ágyú. Elég egyértelmű, no damage. Nagyon magas célpont. Itt tudjuk, szépen azt mondom, hogy én szeretném, hogyha nekem ez a 15-ös steer pointom lenne, mint célpont. És hozzáadom. És majd in-game, hogyha bennülök a játékban, akkor ki tudom választani a 15-ös steer pointot, és az az lesz nem a jármű, hanem az a geometriai pont a térben, ahova én ezt leraktam. Ez megint csak a flight plan-nál, hogy milyen magasan menjenek, stb. Stb. Az az érdekes, hogyha ugye túl magasra rakom, mondjuk 40-60 k, akkor pirosan fog világítani, hogy hello, oda ő nem tud menni bizony. Jó. Hidd el nekem, hogy nem muszáj. Jó. Az egyetlen egy fontos dolog, ami nem maradhat ki, data cartridge. Ez az, amit érdemes minden egyes alkalommal átnézni, hogy mi van benne, mi nincs benne. Target steer pointok, ugye ez az, amit mondtam az előbb, itt most megmondtam ezt a KS-19-es, 12-es batterit, mindegy. És akkor itt lehet megnézni, hogy milyen target waypointokat állítottam be magamnak. Clear, mindent kitörölt, tehát az evés, módkom, mindent. Reset szintén, load, save, loadra betölt mindent azt, amit elmentettünk, és betölti a gépbe. Ezt, hogyha nem tesszük meg, nem fog, ha jól emlékszem, akkor nem fog emlékezni semmire sem a gép. Jó, EVS, Electronic Warfare System, ugye CHAF és FLARE programokat lehet beállítani itt. Nagyon fontos a program, ugye a Falconban úgy néz ki, hogy van 6 darab program. Ebből 4 választható a CMSP page-en, vagy a panelen, ami 1-től 4-ig ugye az összes programot, amit tudunk, be tudunk programozni itt, hogy melyik program mit csináljon, hányszor, hogyan, mit tudom én, hány darabot, mennyi bingó legyen, mit, stb. Az 5-ös és a 6-os, az 5-ös az, ami van egy úgymond slap switch, amit a pilóta csak úgy meg tud nyomni, rá tud csapni, és akkor onnantól kezdve szórja ezt a programot, illetve a 6-os az, ahol van a külön egy gombja a CMS-nek, amit szintén elfelejtettem mondani, de igen, a CMS is fontos, ugye a setupban keymapping, szintén ugyanez, CMS up, down, left, right, és az ECM on switch, ez még ami szintén fontos, hogy be legyen programozva, akár keyboardra, akár joystickra. Jó, tehát az EVS page ez gyakorlatilag ennyi. A modes, Air-to-Air Master Mode, Nav Master Mode, MRM Master Mode, Stockfight Master Mode, hogy melyik MFD, ugye defaultban 2 van az F-16-okban, de van olyan, amelyikben 3, illetve van olyan a repülő, nem F-16, amiben 4 MFD van, és akkor ott meg tudjuk mondani, hogy éppen melyik. Itt most ugye nekem a Flight Control Radar, a Weapon, az SMS és a és ugye melyik a primary, secondary vagy tertiary legyen a prioritása ennek. Amikor megnyomom Master Módot, tehát az R2R Master Módot például, akkor átvált arra, hogy az MFD az a primary gomb, ugye az MFD alatt vannak azok a gombok, azok melyik gomb mit csináljon defaultba, ezt menet közben át lehet állítani. Ha nem állítok be itt semmit, az sem nagy baj, csak amikor ugye indítom a képet, akkor lesz majd, akkor be kell majd állítanom.
fontos. UHF és VHF komzot lehet itt beállítani előre, ami azért fontos, mert hogyha mondjuk nem tudom, hogy elfelejtem beállítani, akkor itt nyugodtan lehet annyit csinálni. Settar, és ezzel beállítja ő automatikusan azt a repteret, ahonnan majd felszállunk. Jó, és akkor mindezek után, miután mindent beállítottam, egy nagy kövér szév. Ha ezt a nagy kövér szévet nem nyomom meg, nem jegyez meg semmit, és kezdhetem el erről az egészet. Jó, azt hiszem, hogy igen, itt a vedert lehet még piskálni az utolsó gomba. Ez is szintén elég egyértelmű turbulencia. Mik várhatók, beállítható előre akármi. Annyira nem tartom fontosnak, ha valakit érdekel, akkor azt utána lehet nézni, de sosem használtam. Be lehet állítani mindenfélét, ha akarom, defaultba, de mindig olyan dinamikus az időjárás is, ezért elég valószínű, hogy nem csak napos időjárást fog kapni az ember, hogyha akármikor berepül, vagy beül egy gépbe és elkezd repülni. Van, hogy esik az eső, van, hogy nappal van, hogy éjszaka van, hogy blablabla, ugye mindig attól függően, hogy hány óra van, és ez most az első nap. D1. Jó. A setupban egyébként itt lehet a hangerőt szabályozni, grafikai beállításoknál, melyik season legyen, alapvetően mindenféle ilyen. Minden, mint látható, ez egy nagyon-nagyon régi játék, tehát ez egy 98-as játék. A simulationnél egyébként érdemes azt, hogy a smart scalinget beállítani, az infobart, a bullseye calls-t, mert hogy bullseye alapján, és hogy az ACMI file az legalább 1000 megabyte legyen, mert különben nem fogja tudni fölvenni. Jó, és a flight model az mindenkinek, ahogy érthető, ugye akkor itt az, az pontos legyen, túlzott, erőltetett, stb. Illetve autópilóta az milyen legyen. Három tengelyes, tehát hogy jobbra-balra fölle, előre-hátra, vagy illetve a air-to-air refueling, a levegő-levegőt után töltésnek milyen legyen a nehézsége. És ezeket mind lehet itt állítani, és ugyan itt lehet ugyanezt a controls beállítani, amit itt kint állítottam, csak azzal a különbséggel, hogy ezt itt elég bonyolult, és külön el kell menteni, külön szórakozni kell vele, úgyhogy nem ajánlom. Jó, még egy valamit akarok gyorsan megmutatni, hogy ha az ember online szeretne játszani, akkor még mielőtt ugye bemenne mindenféle ilyen campaign, meg akármiből, nem a tactical reference-t, hanem a komzot nyomja meg. És a komznál itt van például nekem ugye be van állítva a Huna BMS-nek, a szervernek az IP címe, ami csak akkor fut, hogyha én azt mondom, hogy fusson, úgyhogy most éppen pont nem fut. Én nem fogok tudni konnektálni, de a lényeg az, hogy itt amikor azt mondom, hogy oké, beállítom az IP címet, és hogy milyen bandwidth-tel kapcsolódok rá, mondjuk ez legyen 4048, 96 lenne, mindegy. Jó, és azt mondom, hogy connect, akkor ő itten most meg fog próbálni kapcsolódni, nem fog tudni, mert nem fut. De a lényeg az, hogy utána... Igen. Tudom. Ja. Nem baj. A lényeg az, hogy utána van az a pont, ahol a... campaign alatt... nem a save date, hanem az online nyomom meg, és ugye itt defaultba fel is dobja nekem a comstore, nem vagyok sehova kapcsolódva. De az online gomb megnyomására itt elő fog jönni az a szervernek a neve, amit én, amihez én kapcsolódtam, és akkor onnantól kezdve ugyanúgy a commit gombbal lehet menni és repkedni online. No, szerintem a következő epizód az a startup, meg incockpit rendszerek lesznek, és akkor ezzel azt hiszem, hogy nagyjából talán le is vettem az első részét a BMS-nek. Sziasztok!